mi egy hét beszélgetés után mindketten egymástól független is tudtuk azt, hogy ő lesz az én férjem, én leszek az ő felesége, akkor már másnap a négy gyereknek a nevét tervezgettük. Életünk nagyobb felét töltöttük már együtt, mint amit külön. Apukám 15 éves korában azt mondta anyukámnak, hogy te leszel a feleségem. És én nekem az úgy tetszett, hogy ahogy ők éltek. 17-18 éves korunktól fogva vagyunk együtt. A pécsi Székesegyházban, most már Bazilikában összeházasodhattunk, ahol egyébként a felmenőim is házasodtak. Összekötni az életet, azt szentesíteni szerettük volna, és erre egy áldást kapni. És ez borzasztóan fontosnak éreztük. A házasság szent. Négy gyermekünk van, és 19 éves a nagylányunk, és a legkisebb pedig még nincs is 2 éves. Az egész családban szülési tanácsadást tartott és tart, és hihetetlen, hogy mennyire kinyitotta ezeket az örömélményeket a családban. Minden rokonom szeret szülni. Én nagyon szeretek szülni, és szerintem az ugyanaz, mint a színpad. Tehát, hogy az ember, amikor színpadon van, akkor teljesen átadja magát egy sokkal feljebb lévő hatalomnak. Alá tudom írni. A második kettőn ott voltam. A legutolsó szülés után a szülészorvos is azt mondta, hogy hát, ha én szülnék, ha én is így szeretnék. Én úgy gondolom, hogy én akkor vagyok teljes, hogyha anya vagyok, és feleség vagyok, és közben pedig élek annak, ami a szenvedélyem, ami a zenélés, és tökéletesen összehangolható.